600 millió forintot biztosít idén a kormány a méh családok egészségügyi állapotának megőrzésére, amelyre a méhészek a kérelmeket a tervek szerint nyáron nyújthatják majd be elektronikusan. A Greenpeace kutatói szerint, ha a méhek kipusztulnak, rá 4 évre az emberiség is követi őket. Hazánkban tavaly nyáron növényvédelmi tevékenységek következtében tömegesen pusztultak a méhek. Sok méhész szenvedett így károkat, volt akinek a 100-120 méh családból mindössze 5 családja maradt. Ezt az állományt visszafejleszteni akár 5-6 évig is eltarthat. Ebben a folyamatban sokat számít a méhek táplálása, amely a nagyvárosok térhódításával, a zöld területek csökkentésével egyre nehezebben megoldható természetes úton. A méhek fehérjét, ásványi anyagokat és vitaminokat főként a virágporból nyernek, míg a szénhidrátot a nektár és a méz adja. Jelenleg a repce virágzik, amelyből táplálékhoz tudnak jutni, ennek azonban az elmúlt hetek időjárása nem kedvezett. A szakemberek szerint megyékben nem rossz a helyzet, de sok múlik még a következő napok időjárásán. Hók József méhész, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. És hát régi ismerősként üdvözlöm, hiszen nagyon sokat beszéltünk már a tavalyi évben és az idei évben is a méh családok állapotáról, sajnos méh pusztulásról kellett beszámolni, illetve a méhek megbetegedéséről. Mi a helyzet és mire elegendő ez a 600 millió forint, amit most a magyar állam nyújt, mint segítséget? 600 millió forint, mondhatnánk, hogy úgy jött ki, hogy Magyarországon jelenleg nagy serendőségben 1.200.000 méh családban a veszteségeket nem számoljuk, akkor 1.200.000 forint, és 500 forint per család támogatással beszorozzuk az 1.200.000 forintot, akkor az 600 millió forint. Vagyis a méhész 500 forintot kap egy évre családonként ebből a támogatásból. Nagyon szép dolog végül is, mert kapunk valamit, de igazából a problémáinkat biztos, hogy sajnos nem fogja megoldani. Általában, átlagosan hány méh családdal foglalkozik egy méhész? Mennyi a minimum, mennyi a maximum itt a környéken? Hát meg kéne osztanunk a méhészeteket, hogy valaki akkor ezt főállásba csinálja, vagy csak jövedelem kiegészítésként, de mondhatnánk azt is, hogy hobbiként, mert nagyon sokan csak hobbiként. Itt a hobbi méhészek is, hogy a saját családját el tudja látni, vagy a közvetlen hozzátartozókat mézzel, akkor egy 30-40 családdal szükséges már, hogy foglalkozzon. Akik jövedelem kiegészítésként más munkahely mellett már a 80-150 családdal is kell, hogy dolgozzanak, hogy valami nyereséget tudjanak belőle kihozni. Akik pedig főállásúak, már a 200 vagy akár a 3-4-500 családdal is dolgoznak. Milyen teendő van a méh családok egészségének megőrzése érdekében, hiszen itt elsősorban ezt a célt szolgálja ez a pénz? Tavalyi mérgezésekre megint vissza kell térni végül is, vagyis akkor nem is csak a tavalyi mérgezésre, a környezetünkbe bekövetkezett óriási változásokra kell, hogy egészen visszamenjünk, hogy akkora pusztulások vannak akár a méh állományon belül, vagy akár az egész rovarvilágban, amivel jelenleg a méh családjaink immunrendszere meg se közelíti a korábban ezelőtti 10-15 évvel ezelőtti állapotokat. Minden méh családra gyengébb az immunrendszere, sokkal kevesebb a virágpor, a növénykultúrából olyan növények tűntek el, amik segítették a méh családoknak a megélhetését, mint a bejátszásban is hallottuk, akár a virágporok, hát olyan gyomnövények, amik ezelőtt 10 évvel tömegesen voltak, most már nem lehet találni. Ez a folyamatos gyomirtózásnak, permetezéseknek köszönhetően, vagy a mostani mezőgazdasági kultúrának köszönhetően. Ebből az 500 forintból kellene a méhésznek megoldani azt, hogy esetleg olyan saját mélylegelőt ültessen, vagy próbáljon összeállítani, amivel a méh családjai ezt a fehér, a vitamin és fehérre szükségletet elő tudja teremteni a méheknek. De most szép az 500 forint, de az, hogy ebből mi mélylegelőt tudjunk létrehozni, egy bármilyen kis bokor virágnak a ültetése, egy évi kezelése sajnos többe kerül, mint 500 forint, és ezzel igazából még nincs megoldva teljesen a helyzetünk. Amit meg kell, hogy oldjunk, vagy meg kell, hogy próbáljunk megoldani belőle, a mélylegelőnek a növelése, akár saját kertünkben, virágzó növények, mézelő növényeknek a
ültetésével, hogy a mély családjaink jobban próbáljanak, vagy erősebb immunrendszerrel élni. Mennyiből lehet egyáltalán egy mély családot pótolni, tehát hogyha bővíteni akarja az állományt egy méhész? Hát jelen pillanatban 40 ezer forint körül van egy mély család. Most ez, hogy a saját állományából tudja szaporítani, akkor már az termésekiesésre, rovására kell, hogy menjen, és azért ugyanúgy ezeket a mélegelőt továbbra is biztosítania kell a többi családnak. Minél több a mély család, annál több vándorlásra van szükség, annál több területet kell, hogy átfogjon. Egy bizonyos terület, most akkor bárhova a méhész lepakolja a mély családjait, durván egy 30-40 családnak az ellátására képes. Onnantól már 500 méteren belül az lenne a célszerű, hogyha nincs más méhészet. Már nehéz Magyarországon ilyen területet találni. Milyen egyéb támogatásokra számíthatnak a méhészek ezen kívül? Hát ami van a nemzeti programunk a méhészetre, ez 3 éves ciklusokban van, ebbe történik talán egy nagyobb támogatási összegváltozás. Az eddigi évi 34 millió eurós támogatást 2019. augusztus 1-től 40 millió eurós támogatásra növekszik, ez egy 11%-os növekedés. Ebbe a utcercukor, vagy vándorlási eszközök támogatása, vagy mézlaborálási, vagy kutatási vizsgálatoknak a támogatása is benne van, de akár a szaktanácsadói hálózat üzemeltetésre is lehet belőle fordítani. Ez konkrétan egy-egy méhész számára mekkora segítséget jelent? Hát ha a gyógyszercukor támogatás összegét nézzük, akkor az 5 euró a durván egy 1500-1600 forintos támogatás per mély család. Ez utánfinanszírozott támogatás, meg kell, hogy vásárolja a méhész a gyógyszert, és a, most hát akkor nem is gyógyszer, mert atkai irtószerek vannak, akik igazából méhészetben gyógyszer alkalmazása nincs lehetőség, zéró tolerancia van a antibiotikumokra. Itt az atkai irtószerek, amik esetleg számításba jönnek, és valamilyen szinten az irelempótlásra muszáj, hogy a cukor is belekerüljön, mert ugye a mélegelő ezt már nem biztosítja hazánkba. Egy 1500 forint, ami kapunk támogatás, hát az évi felhasználásunk, ha nem is akarunk nagyon elrugaszkodni a valóságtól, egy 5-7 ezer forint egy mély családnak a fenntartására. Százalékban ez mit jelent, hogy a költségeiknek mondjuk hány százaléka az, amit a támogatás fedezni tud? Hát 10-20 százalék esetleg. Hogy indul a mostani szezon? Most már virágzik az akác, azért gyümölcsfák virágzásán túl vagyunk. Mi az, amire számítani lehet? Vissza kell, hogy menjünk az őszre. Szeptembertől mondhatnánk, hogy nem is márciusig, hanem április közepéig csapadékmentesség volt. Borzasztó nagy aszály sújtotta szerintem nem csak a térségünket, hanem az országot. Maga a repcélvetezési területéről is, ha beszélünk, akkor Szabolcs megyébe minimális repce volt, akkor inkább így mondanánk, más megyékbe esetleg, ahol nagyobb terjedelemben volt. De az aszály hatására és a nem túl jó időjárás, mert akkor is csapadék, szél, amikor már elkezdett a repce virítani, akkor megjött a csapadék, megjött a szél, és a mély családoknak a kirepülésére se volt lehetőség. Ez a repcék virágport adtak, de nektárt egyáltalán nem biztosítottak a családok számára. Ugyanúgy a gyümölcsnél is virágpor, az tökéletes volt, megporzás az lehet, hogy jó volt, amit a mély családok végeztek, de nektárt nem tudott adni egyetlen egy növényünk se eddig, mert szárazság volt. Most vagyunk az akácvirágzás közepén, itt mondhatnánk, hogy a megyénkbe. Most megjött az eső. Lassan másfél hete esik az eső. Ha visszagondolunk a tavalyi évre, 25-27 fokos, meg 30 fokos időjárás volt ebbe az időbe. Most, ha már eléri a 22 fokot, akkor már örülhetünk. 18 foktól kezdődik meg az akásznak a nektár képződése. Ez az a jellemző itt mostanában a napjainkban, hogy egy órakor, vagy dél egy óra körül érjük el a 18 fokot, amire megindulna a nektár képződés. Hát megvan pecsételve ebből a szempontból, és én úgy gondolom, hogy a sorsunk... Szeresse, nagyon szeretik a méhek. Azért ugyanúgy kiszárítja a nektárt. Hiába nem az, hogy nem is csak az, hogy repülni nem tudnak, hanem hiába van nektárképződés, hát a virágokba szél ugyanúgy ér, és elviszi ezt a nedvességet, ezt a vízt, ez egy cukros víz valójában ez a nektár, és kiszárítja, vagyis hiába mennek rá, a méhek minimálisat tudnak gyűjteni. Amellett a mély családjaink száma is, azért a téli veszteség most is elérte, mondhatnánk, hogy legalább a 30%-ot, és a kedvezőtlen, mert megint azt kell, hogy mondjuk, hogy kedvezőtlen időjárás, az megmaradt 70%-nak is kb. 50%-át tudtuk termelővé alakít,
magyar termelővé rendezni, de lehet, hogy így is kevés ahhoz, hogy igazából legyen akácmézünk. Ez azt jelenti, hogy jó drága lesz az idén az akácméz. A magyar piac meghatározza a magyar felvevő, vagy a kereslet, a magyar ár, vagy akkor a magyar fogyasztóknak a jövedelme meghatározza, hogy mennyiért lehet eladni. Sajnos az európai piacon meg viszont egyre kevésbé tudjuk a magyar mézet eladni, nem ár befolyásoló tényező, nincs ár befolyásoló tényezője, úgyhogy nagy kereskedelmi ár változására nem igazán számíthatunk, akkor se, hogyha minimális lesz. Hók József, azért remélem, hogy jobb hírekről is be fogunk majd számolni még az idén. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk.